a követő rajon. Na, anyukám, Marcit megtanítottam a interneten www.pontolni, jó pofa. Sanyika? Akarsz hozzáfűzni valamit, anyukám? Antveres, Sanyi vagy? Vagy mi a Isten van? Há, jó pofa vagy. Mondani, drága arany, követő rajon. Púposz, lélium, jó néz. nem milyen voltam tegnap? Így mentem a vörös szőnyegen, mint egy izé, mint egy romanova. Há, jó pofa vagy. amennyire engem a rászka eszi valamennyire a jó slanki, tehát a bubi nem slanki, te úgy nézek ki mellette, mint egy díjbirkózva, jó, jó nézel ki. Na mindegy, figyelj, ide nagyon érdekes volt, azon gondolkodtam te, hogy a fél világ idejött, a bocs, csak berázom a telót. Ide a félvilág, a világ legnagyobb sztárja, mindenki te olyan beszédeket mondtak, te ilyeneket mondtak, Hungary is a republic, you have to be yourself, légy önmagad, a család az család, a love is love, a szerelem az szerel, minden. Olyanokat elmondtak, tudom, ellen mi megyünk, érted? Tehát ezek a jogtipró törvények, ugye, amit a Magyar Állam most így alkalmazott. Nem, de, az is elhangzott, hogy fuck Hungary, de nem rád gondolnak, meg nem a pipőre gondolnak, hanem a azok a szomszédban nagy gyűltek. Összegyűjtek, megbeszélték, hogy 16 évig a jó vezettünk, ellenzékeltünk, még 16 16-ot maradnak. Na mondom, mi lesz itt anyukám? Már tudod, néphagyományból megy a csalinkálás. Jól nézül ki. Hát, mert ugye, nagyon érdekes hogy Szóval és azon gondolkodtam, hogy a, igen jönnek külföldről, és ott voltak a világ legnagyobb sztárjai, és elmondták, hogy a szabadság, a jogaid, hogy jogod van boldognak lenni, önmagadnak lenni. Legy, teljesen mindegy, ilyen szexuális, olyan szexuális, beszexuális, kiszexuális, teljesen mindegy. Légy önmagad, és eznek hang és azon gondolkodtam, hogy ott az előkelő magyar celebekkel, hogy melyek azok az előkelők, akik bármilyen társadalmi problémát megérintenek, bármivel foglalkoznak, vagy csak elegánsan, vagy nem is elegánsan néznek, tudod és így nem foglalkoznak. Hát mindegy, van ilyen, igen, igen. Hát a stylistom is az is, Súzerancia, meg a izé is, a sminkes is, de hát mindegy, most megfosztják a jogaiktól őket, meg már szegény. Tudod, és kézzel mondok egy példát, tele név nélkül, mert te, mint a jó pap. Na fölkértek engem, engemet, most nagyon figyelj, ezt mert megy az idő, fölkértek engemet, tudod, hogy figyelj, Cilla, van egy animációs kisfilm a magyar cigánságról, hogy ami elmagyarázza teljesen egyszerűen, hogy hogy integrálják ugye a roma származásúakat, a népszerűsítsem, jó. Mondom, én népszerűsítem, fölhívom egy ismerősömet, sztár, egy celebet, nyukám, egy előkelőséget, hogy ő is segítsen ennek a népszerűsítésében. Mondja nekem, persze, benne vagyok, ne Hát, tisztvérem, hát megcsináljuk együtt, persze. Majd meghallja, ugye, utána megy, hogy ezt a Soros Alapítvány, ugye, ez, egy, ez konkrét alapítvány finanszírozta, hiszen ugye a soros alapítvány ilyen társadalmi problémák mögé áll, ugye, amit azért így el lehetne várni a magyar celebektől is, hogy mondjuk akár a elembítük, kivéve egyébként a Flor Tomi, mert ő kiáll társadalmi problémák mellett, rajta kívül egyet családtam. És, és, de nem csak az, hogy a család az család, hanem úgy összességében a szegénység a Covid áldozatoktól kezdve bármi, miért úgy odaállnak, és azt mondják, hogy igenis teszünk azért. De például az LMBTQ törvény, meg ez az egész, ezért, ez, 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 nem, nem, nem nem tolonganak. Na, mondom ennek az így, na, meghallja, hogy izé, pszi, fölhív, nekem. Hát, te figyelj ide, hát az az igazság, hogy olyan sokat köszönhetek, olyan jók felem, olyan rendes ez a rendszer, hát én nem merek olyat, de mondom, ez, ez egy kis animációs film, meg kell osztani. Fölöktem az ide, volt az előkelőt, mondom, nem lehet egészszer nélkül. És mondom, de csak annyit megosztod. Hát, nem én félek, én nem merek. Na, hát ennyi a felelő, a társadalmi felelősségvállalás. Egy olyan ember, aki effektíve érint a kirekesztés, érintett fiatalon, érintett az, hogyha nem fog, hogy, hogy a származása miatt nem kap munkát, elutasítják, eltanácsolják, másképp kezelik az iskolába, ugye, mert roma származású. És én, aki engem ez az, az ügy fi, effektíve nem érint, mert a melegség érint, de ugye a roma származás nem, én meg emellé me, mellé merek állni. ő meg azt mondja, jaj, hát olyan hálás, hogy a rendszer, inkább ebbe én nem folyok bele. Szóval ez, az a félrenézés, tudod, ez ugyanaz volt, kézzel, de, nem, de mes a nagymamám, aki a mai nap, pont a mai napon 7 éve, november 15-én, hogy meghalt, hogy amikor a második világháború vége felé közeledett, ugye, és elkezdődött ugye, a magyarországi zsidóknak a deportálása, hajtották őket a Rákóczi úton ki ugye ki a téglagyár felé, akkor is ott, ott vagonírozták be az embereket. Na mindegy, nem is ez a lényeg, ráöntötték az emberek a bilit az ablakból, ezekre a szerencsétlenekre, akiket mindentől megfosztottak. Tudod, mit csináltak az emberek? Hát ugyanezt. Hát így odébb néztek. Jaj, hát szegények, szóval tettek. nem emelték föl a hangjukat, nem léptek föl, mert rettegtek a hatalom. Tehát most is. Néztem, hát anyukám Amerikából jönnek a sztárok, meg Franciaországból, meg Olaszországból, hogy azt mondjak, hogy Hungary is a Republic. Jogodban áll önmagadnak lenni, jogodban áll boldognak lenni, és vállalt föl önmagad. Na ezt nem a magyar celebritik, mondom kivéve a fluor, hanem ezt a külföldiek mondják el nekünk, érted? Hogy kitartsunk, hogy már pedig szabad és boldog emberek leszünk. Szóval ez, ez, volt a tegnapi tanulságom, tudod, hogy nem így félrenézünk, tudod? Mert ez a félrenézés, amikor, amikor nem szolidarítunk a, 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 másikkal azokat, akiket üldöznek, mert még akkor is, ha érintve vagyunk, akkor jobb az, na, jobb hakusos, na, na, ne, forduljon, nem kell látni, ütik őket, hagyjussék. Na, hát ez, ez egy nagy tanulság volt a számomra, ezt el akartam neked mesélni. Reklám után jó pofa vagy. Aztán rongyolunk. Sanyi, intézhetem az ügyeimet. Pipike! Ne rögj, csejé, Nézd meg! Hát szaralam, gyere! Gyere, le megyünk sétálni! Tak a követő rajongó, legyen szép az estét, Nézzek, aki a kis Sanyikál! Álljál ki a jogaidért! Jogunk van boldognak lenni, és önmagunkat vállalni. Sose felejtsd el! te ne dokumentumfilmeket nézzél már reggel. Hát most néztem a beírásaidat. Te, hát te az óra neked be kell menni az iskolába. Szanyi, hát neked már rég előadásod van a egyetemen. Hát most néztem a menedzser kalkulátorodat. Hát már kétszer szipolt. Hát és te meg sehol nem vagyol. Szanyi, hát de gyakorlati óráiddal mi lesz? Most nem jó, hogy te dokumentumfilmezel. Hát jó pofa vagy, de azon kívül, hogy szétdobod a combot, te megint mit csináltál az éjszaka, ha? Megbeszéltük, Sanyi, mit, mi, mit, beszéltünk meg? Hétköznap nem megyeltes sehova. Most is olyan, te olyan sörszagú volt a ti sörtöd, amiben hazajöttél, hogy én nem ismerek rád. Sanyi, megbeszéltük, hogy a egyetem alatt nem megyeltes sehova. Nézd meg, el van feküdve a bajszó. Te kivel feküdted el ezt a bajuszt, ha? Sanyi, a menedzser kalkulátorod cipol. A noteszodba bele vannak írva. Akkor már, hát be van írva minden, hát nem hiszem el, hogy ez kell csinálni. Lököd ki a teszt, gyere, leemelem a tesztet, Szonyi. Hát Jézusom, hát komolyan mondom, hogy olyan idegben vagy. Lökjed ki magad, hát a kupi tetején ülsz. Nekem meg el kell mennem az új, el kell készülnöm, ki kell magam kerázni, meg kell őtöznöm. Nem hiszem el, hogy így fúrnak, tehát azon gondolkodom, hogy bontják a házat. Mert milyen lettem? Látod, hogy milyen jó ez a terep színű? Na, mondtam, hogy jó, ne védskedj. Szóval ma van a tolerancia világnapja, és ennek kapcsán eszembe jutott, tudod azt, hogy már, má, hogy ugye Petinél is a fűtést izé lökik be, megszerelnek valamit, valami kazánt, hogy anyukám itt a hideg, és itt vannak a hajléktalanok, akikre úgy nagyjából úgy, úgy nem, nem veszük észre, ráadásul ugye már az van, hogy izé lökik őket a semmibe, és nem veszik őket emberszámba. Na most nem is ez a lényeg, hanem én a következő... Itt vagy, mert most becsörögtek, de mondom, ezt végig mondom, nem foglak téged. itt hagyni egy telefonhívás miatt, egy cicka miatt. Szóval a következő van, hogy van egy, egy Budapest Bike Mafia nevű oldal, az a nevük, ne, nyugodj meg, nem olyan mafia, nem olyan, mint a főnökék, ne, nem, nem, a Budapest Bike Mafia, Akiknek az a feltett szándékuk, hogy segítsék az utcára szorult embereket, és egy nagyon fontos dolog, ez egy pszichológia, amit neked látnod kell. Hogy mi az, mi a, mi az elképesztően szörnyű egyébként a hajléktalanok helyzetében. Nyilván a hideg, az otthontalanság, a kitaszítottság, ez mind. mind Hanem tudod mi, az ignorálás? Az, hogy nem vesszük észre őket, az, hogy a odállnak ezt már mondtam ó követő, ezt tudja, új követő még nem. Hogy amikor odá érted a lámpához is, kérnek, vagy adják ezt az újságot, és szeretnének tudom, segítséget kérni, és az emberek nagy része megint mi történik, tudod, így elfordul. Nem, nem, köszi, gondolj bele, hányszor csinálod ezt te magad is. Nem, nem, ne haragudjon, nem. Szóval ez a szörnyű, és ezen kell segíteni. De most azt láttam, hogy ugye a Budapest Bike Mafia, nagy biciklisek, nyugám, ők jönnek, mennek, nem kértek tőlem semmit, nincs reklám, mo speciál most, eddig volt, nyugodj meg. Jézusom, te leszakad a kredence, ami ja, lesz itt anyukám, csak menjen föl az a kazán. Te, hogy semmit nem kértek, nem tökrölök ilyen szempontból semmit, csak megtaláltam őket, ugye ajánlotta nekem valaki, és hogy, hogyha bármire szükségük van bevásárolni, hogy szétozzák ugye a hajléklanalok között, és segítsenek másokon, mert már senki nem segít rajtunk anyukám. Mi tudunk, itt már government oda is van írva, hogy non-government, nothing, csak mi tudunk. Édesem, ha tudod, vele itt a maszka, tudunk segíteni, érted? Mert most már rajtunk senki nem, sem magunkon tudunk segíteni, egymást tudjuk támogatni, bár, bár mondjuk úgy mondják, hogy minden. csicska Poloska. This is not your home, I told you. Nézd meg, tényleg van. I see you. Szóval tényleg ennyi gazdag nyugdíjat, aki azt mondja, már olyan jó, te olyan jól élünk, 5-80 a benzin, már mi, mi a bajod ezzel? Mindegy ne foglalkozz vele, non-politics, nada, nada. Annyi van, hogy ezt a Budapest Bike Mafiát, akik a, 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 és most már van Pécsen is, azt is néztem, segíteni akarnak a rászorultaknak, a hajléktalanoknak, azokat kóstolják föl, nézzé rájuk, hát ha valamire így, jár, nyugodtan nekik, ha valamire szükségük van, nem kértek tőlem semmit, én ezt ez egy önszorgalom, bocsánat. Na jó, van, rongyolok, mert meg akarom nézni ezt a, ezt a puposa autót. Van gond, pilács le. 大哥。